Asztalra felrakott székek, üres osztálytermek, elhagyatott épület, ez jellemzi 6 hete az iskolákat. Akkor zártak be az oktatási intézmények a koronavírus járvány miatt. Azóta digitális oktatás zajlik, hol kisebb, hol nagyobb zökkenőkkel. Hirtelen jött a digitális oktatásra való átállás, a finom hangolás most is zajlik. A tanárok és a szülők között is vannak olyanok, akik nehezebben birkóznak meg az online felületekkel, ezt mondják a szekszárdi iskolák vezetői. A DNS Valéria általános iskolában első körben felmérték, hogy mely családok nem rendelkeznek okos eszközzel otthon, igyekeztek segíteni ezeknek a családoknak. A tanárok pedig alkalmazkodtak ahhoz, hogy mit tud a gyerek otthon elérni, és azt is figyelembe vették, hogy a szülők milyen felületet ismernek és tudnak jól kezelni, mondja az intézmény vezetője. Hozzátéve, ez elsősorban az önálló tanulásra még képtelen alsó tagozatos gyerekeknél számít. Azokat a gyerekeket is nyomon követik, akik nem túl aktívak. Nagyon kevés volt az a tanuló, aki lustaság miatt nem küldte vissza a feladatokat. Őket folyamatosan nyomon követjük, telefonon is utánuk szoktunk nyúlni, fölhívjuk, vagy akár e-mailben is, de volt úgy, hogy levelet kellett írnom, hogy felszólítsam őket, hogy muszáj komolyan venni, mert most ez a tanítási forma, és nagyon nagy a valószínűsége, hogy így is fogjuk befejezni ezt a tanévet. Botos Ilona, a Babits Mihály általános iskola vezetője, egyben kémia tanára, éppen azt a videót mutatja, amelyikkel kiegészítette a diákoknak átküldött tananyagot. A vezető azt mondja, a diákok és a szülők alkalmazkodása az új helyzethez példaértékű, mindemellett a tanárok is erejükön felül teljesítenek. Természetesen az iskolánál is vannak olyan családok, ahol a technikai háttér nem megoldott, de igyekeznek erre is megoldást találni. Ez tulajdonképpen egy ilyen csapatmunka nálunk, tehát tényleg akinek először ez nem ment olyan jól, a többiek fölkarolták. A két helyettesem, Zsuzsi és Erika is nagyon-nagyon sokat dolgozott ezekben a dolgokban, hogy ki tudják alakítani a pedagógusok ezeket a módszereket, felületeket, és én azt gondolom, hogy most már gördülékenyen halad ez a dolog előre. Március 13-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a koronavírus járvány miatt bezárnak az iskolák, és digitális oktatás veszi kezdetét. Az új digitális tanrend országszerte 720 000 általános iskolást, és több mint 400 000 középiskolást érint.